Nézzük akkor, hogy hogyan lehet üzenetben elküldeni a házi feladatot a kijelölt tanároknak. Be kell menni a üzenetek részben az előgyintézésnél, és ott új üzenetírásra kell kattintani. Az új üzenetnél cipzet hozzáadása gomb akkor megnyílik egy ablak, ahol fel vannak tüntetve a, tan a tanárok, ott ki kell jelölni, kinek akarjuk elküldeni az üzenetet. Itt van a teljes kép, címzet hozzáadása, gombot alul, ekkor hozzáadja a fejléchez. Következőben a új dokumentum csatolásánál be lehet csatolni azt a fájlt, amit el szeretnénk küldeni a házi feladatként, például a kijelölt tanárnak, tehát új dokumentum csatolása, és küldés gombbal, amikor meggyőzöttünk róla, hogy be van csatolva a megfelelő feladat, szöveg, akkor a küldés gombbal tudjuk elküldeni.